A tavalyi szezonban még az NB3 keleti csoportjában szereplő, sárga mezben játszó Ceglédi VS-ét látta vendégül a kék-fehérben pályára lépő HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata idei első hazai tétmérkőzésén. Az első gól a találkozó 31. percében született Hampuk Ádám révén, és az 1-0-ás eredmény a játékrész végéig megmaradt. A mérkőzés szünetében pedig történelmi pillanat következett, hiszen a stadionfejlesztés részeként elkészült reflektorokat bekapcsolták, így villanyfény mellett folytatódott a találkozó. A második félidőben még 3 gólt lőttek a házigazdák. Az 57. percben ismét Hampuk talált a kapuba, a 79. Kirtner Krisztián volt eredményes, majd a mérkőzés hajrájában a pár perccel azelőtt beállt Beke Péter állította be a 4-0-ás végeredményt. A taktikai top volt a csapat, fizikális is rajta volt, még mellette volt jó pár helyzetünk, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, szerintem az, amit megbeszéltünk, azt csinálták, és hát ebben a csapatban ez van, de abban a pillanatban, ha kienged, akkor beszélhetünk a Kadarkútról. Tehát ma Cegléd és egy 3 nappal ezelőtt Kadarkút. Nekem ez fájó, hiszen a Magyar Kupa vereség és annak az elvesztése, hogy tovább juthassunk valameddig, az fájó, de azt hiszem, hogy ma a kétkedőknek mindenféleképpen választottak a játékosok, úgyhogy büszke vagyok rájuk, szerintem megérdemelten nyertünk. Még a Kozár Michelinnek ez volt az idei második győzelme, a Cegléd eddig csak vereséggel hagyta el a pályát. Szeretnék gratulálni a Michelinnek is, a legjobbakat kívánom nekik, meg egyrészt az egész Michelin vezetésnek, Attilának, különösen Felekinek, hogy gyönyörű a létesítmény, a stadion is, a reflektori átadás megtörtént, sajnos ez nekik sikeres volt az avatás, de tényleg legjobbakat kívánom nekik, és azért is nekik sok sikert a bajnokságban. Acél Zoltán tanítványai legközelebb vasárnap Dunaújvárosban lépnek pályára az NB3 középcsoportjának 3. fordulójában.